Sasa Gárdics sabaci lakos 2008 májusában vett fel lakáskölcsönt, most az akkori részlet háromszorosát fizeti. Már a számlák fedezésére sem jut, és a villanyáramot is kikapcsolták a két gyermekes család házában. A bankok akkoriban azt hangoztatták, hogy a svájci frank a legjobb valuta, sőt az akkori hatalom is ezt állította. 7 éve fizetem a részleteket, és higgyék el, átkozom a napot, amikor bementem a bankba. Milica Wolf Lajkovics havi bevétele nem volt elegendő ahhoz, hogy euróban vegyen fel kölcsönt. Maga a beruházó vezette el a bankba, ahol lakáskölcsönt vett fel svájci frankban. Amikor bementem a bankba, a Pireus bankról van szó, a papírok már készen álltak. Azt mondták, hogy ez a legbiztonságosabb kölcsön, hogy 15 ezer lesz a havi részlet. Ekkor 29 ezeret kerestem. A havi részlet ma 35 ezer dinárra nőtt, és Milicának erre ráment az egészsége is. Emiatt nem tud annyit dolgozni sem. Mivel egyedülálló anya, aki egy gyermeket még iskoláztat, a másik gyermeke kénytelen volt megszakítani az egyetemi tanulmányait és munkát vállalni. Szerbiában 21 ezer család járt hasonló módon a svájci frank alapú hitellel. A Szerbiai Nemzeti Bank és a Kereskedelmi Bankok közötti megállapodás szerint a svájci frank alapú hitelesek több megoldás közül választhatnak. Frankról euróra válthatják át a hitelüket, ha akarják. Ha átváltják, akkor két lehetőség közül választhatnak. Vagy a jelenleginél 5%-kal kedvezőbb árfolyamot alkalmaznak, vagy a mostani árfolyamot. Akkor viszont a hitelkamatokat csökkentenik 1%-kal. A hitelesek szerint ezek nem valódi megoldások. A Szabadságtéren ma megközelítőleg 250 polgár tiltakozott. Sátrakat akartak verni Újvidék főterén, súlyos helyzet következményére utalva. Erre azonban nem kaptak engedélyt a helyi illetékesektől. A sátrak a lakhelyüket szimbolizálták volna, ugyanis az is előfordulhat, hogy ezek az emberek az utcára kerülnek. Az Effektíva szervezet képviselőjének az elmondása szerint Szerbiában 21 ezer család, vagyis megközelítőleg 100 ezer polgár szembesül a svájci frank alapú hitelek törlesztésének problémájával. Azt szeretnénk a legjobban, ha nemzeti valuta alapú kölcsönöké alakítanák át az adósságot, Magyarországon ezt tették. Ez itt nem kivitelezhető, ezért követeljük az euróra való átalakítását, méghozzá az szerint az árfolyam szerint, amely azon a napon volt, amikor a kölcsönt felvettük. Ez volt a svájci frank alapú hitelesek 6. tiltakozása. A bejelentések szerint más városokban is hasonló tiltakozásokat terveznek.